Domonyai László klubigazgató után újabb MTK vezető hosszabbított, közel 10 év kékfehér munka után az Agárdi Sándor Klájói Labdarúgó Akadémiát irányító Tamási Zsolt 2019 nyaráig újított szerződést. Intézménye az új Hungária körúti stadion elkészültével 2016-tól Budapestre költözik, majd a szakembert kérdezik arról a filozófiáról, amely őt ilyen régóta a klubhoz köti. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Zsolt, az, a klubvezetése kezdeménye ezt a szerződés hosszabbítást, igaz? Ez így van, hiszen minden évben így volt eddig is. Mármint, hogy minden évben, ugyanúgy, mint Garami Józsi bácsi esetében újabb hosszabbítás van, igaz? De most ezek szerint Igen. egy, nem, egy új koncepció jegyében hosszabb távra akarnak tervezni. Ez pontosan így van, hiszen tizedik évemet kezdtem el az akadémián nyáron, és eddig mindig az volt valóban a gyakorlat, hogy egy éves szerződést kötöttek velem. Az új vezetőség hosszú távú koncepciós terv alapján dolgozik, és ennek részeként nekem is hosszú távú szerződést ajánlottak. Emiből úgy tűnik, hogy te viszont még nem mondod a fiatalokkal való foglalkozást, tehát nem mondtad azt, hogy ilyen hosszú időre ne köteleződjünk el, mert most már előbb-utóbb megint felnőtt kispadra szeretnék leülni. Nem, abszolút nem. Én azt gondolom, hogy én nagyon is a helyemen vagyok, nagyon jól érzem magam a klubnál, minden szempontból szakmellag és emberek is úgy érzem, hogy megbecsülnek, nem láttam értelmét, hogy ne fogadjam el a, a klub ajánlatát. Miben fejlődött -e az akadémia az elmúlt 9-10 év alatt, mióta ott dolgozol? Látunk ugye az elején egy együttműködést a Liverpool-al, láttuk német Krisztián Gulási Péterrel beszélgettünk, vagy Simon András Adorján Krisztián, tehát volt egy együttműködés a pullal, komoly eredményekkel, igazolásokkal. Ez az ívesz, hogy néz ki az elmúlt 10 év? Hát úgy kezdeném, hogy volt először is egy infrastruktúrális fejlesztés, hiszen műfőves épült, a kondicionáló termünket újítottuk fel, új öltözőket építettünk, ez az egyik része a dolognak. De a lényegesebb része az, hogy azt gondolom, hogy nekünk is bele kellett tanulnunk ebbe a, az akadémiai szakmai munkába, úgymond, és nyugodt szívvel kimerem, hogy 6-7 éve találtunk rá arra a képzési filozófiára, útra, amit mi képviselünk. Szerencsé ebben az egész történetben, hogy az MTK futballfilozófiához kapcsolódik ez a játékoktatás, a játékhelyzet megoldások oktatása, a rövidpasszos technikás futballoktatása. oktatása. Én azt gondolom, hogy ez volt a leglényegesebb dolog. Na most az MTK, az anyaklub, a felnőtt csapat lényegében az akadémiáról építkezik már jó régóta, mit gondolsz, és szinte minden évben az alapoktól. Hosszú távon lehet élcsapatot építeni, olyan élcsapatot, amelyik fönn van a dobogon erre a filozófiára? Hát az elmúlt évek azt bizonyították, hogy lehet, hiszen az akadémistákra épülő felnőtt csapatunk bajnoki címet is szerzett már. Azt gondolom, hogy ez egy klubstratégiai kérdés kell, hogy legyen, és nagy örömömre, hogy az új vezetés is ezt a filozófiát képviseli. Természetes, hogy nem tudunk minden évben olyan minőségű kaliber, vagy annyi minőségi játékos feladni a felnőtt csapat keretéhez, akiből aztán két-három éven belül stabil nb játékos lehet, de azt gondolom, hogy hosszú távon ez is a cél az MTK-nál, és hosszú távon ez megvalósítható. Az anyagi feltételek most, ugye Várszegő Gábor néhány éve kivonult a klubból és az akadémiáról, az új felállásban is hasonló, hasonló körülmények között lehet dolgozni? Abszolút mértékben mi, abszolút nem éreztük meg Várszegőr kivonulását, akinek nyilván csak köszönettel tartozhatunk, úgyhogy a mi mindennapi működésünknek az anyagi feltételi adottak. Milyen kihívások érték az elmúlt években az akadémiát? Ugye szaporodnak az ilyen intézmények. 2014 telén az U15-ös csapat edzője elment felcsútra, és jó sok játékost elvitt magával. Az ilyen típusú vonzások azok gyakoriak, hogy megpróbálják megbontani az akadémiát? Hát itt egy versenyhelyzet van, kihívások folyamatosan voltak, mint az élet minden területen, hiszen amikor monopól helyzetben voltunk, ugye a mi klubunk ismerte fel először, hogy kiemelt körülményeket kell biztosítani az utánpótlás képzéshez, akkor is az egy nagy kihívás volt, hogy az ország minden részéből hozzánk áram a tehetségnek megfelelő minőségű szakmai munkát tudjunk biztosítani, vagy mondhatnám, hogy a 89-es korosztályra épülő és válgatottnak, ahogy lépkedtek előre, hiszen mi biztosítottuk a keret 80-90 százalékát. Aztán ugye megjelentek hál' Isten a, a többi klubnál is az akadémiák, és ez is egy új helyzet, de hát ez egy versenyhelyzet, a sport is erről szól, úgyhogy az ilyen jellegű problémákkal mindig meg is tudtunk birkózni, válaszokat kell adni a kívánsokra, én azt gondolom, hogy nekünk... A mi filozófiánkon, a mi képzési szisztémánkon nem kell változtatni. Ezeken az elveken ez eddig is sikeres volt, mi ebbe hiszünk, és azt gondolom, hogy aki minket választ, az mindig is jó szájézzel megy el tőlünk, illetve képzett labdarúgóként. És ilyen jó szájízzel is elégedetten ment el a belga WPASZ átvilágító cég is, amelyet most ugye ráengedtek a magyar akadémiai struktúrára a szövetség? Hát nyilván ez egy szervezeti átvilágítás volt, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog volt, hiszen rávilágított olyan gyengeségekre, olyan pontokról még fejlődhetünk. Megjegyzem, hogy mi rögtön utána léptünk is azokban a, 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 a neuralgikus pontokban. Mind például? Hát, mint például, hogy gyógytó tehát a szakmai stábnak hmm. a bővítésében, a feladatok konkretizálásában, de különösen a szakmai stáb bővítésére. ajánlásokat rögtön reagálni. Így reagál. van. Hmm. Volt olyan -e rész, hogy az MTK struktúráját, aki ismeri, tudja, hogy három helyszínen folyik a labdarúgó élet az MTK-n belül, a Csömörúton, a Gárdon és a Salgóton. Ugye ebbe kell majd előrelépnünk, előre, előre lépnünk, hogy ez egy helyszínen legyen. Tehát ilyen dolgokban azért egyből megadtuk a választ. Ö, minek utána, az akadémia költözését, Budapestre költözését, is koordinálni kell majd, és egy koncepciót kell kialakítani, hogy hogy fog ez kinézni ott a Hungária körúton. Az a kérdés, hogy ez az akadémia Pesten mennyiben fog változni? Itt Agárdon teljes mértékben mert lakásos volt. Ez megmarad? Mm, ez így van. Nagyon nagy mértékben változni fog. Én úgy fogalmazni, hogy az MTK utánpótlás struktúrája fog változni, hiszen végre egy teljes spektrumú képzést tudunk biztosítani, ami azt jelenti, hogy U7-es korosztálytól az U19-es korosztályig egy helyen fogjuk képezni a gyerekeket. Nálunk ugye a legkisebb korosztályokat nem is a csömörüton képezzük, úgyhogy ebből a szempontból óriási előrelépés lesz, ez szakmilag is nagy kívás és nagy öröm számunkra, hogy a legkisebb kortól képezhetjük a gyerekeket. A bentlakásra pedig annyi, hogy valóban most a Gárdon ugye minden labdarúgónk bentlakásos, Budapesten ez egy nyitott intézmény lesz, a vidéki gyerekeknek természetesen biztosítunk kollégiumi elhelyezést, a budapestek bejárók lesznek. Mi volt az oka egyébként annak, hogy úgy döntött a klub, hogy az akadémia elkerül a Gárdról, és a Gárdi bázis megmarad egy, egy, egy klasszikus edzőbázisnak, ahol a női csapattal, a felnőtt csapaton, át gondolom a fiatalok is elvonulhatnak. Igen, említettem, hogy ez az új klubvezetés egy hosszabb távú stratégiai terv alapján dolgozik, aminek része az, hogy Budapesten sokkal több minőségi pályából álló infrastruktúrás körülményeket biztosítsunk a gyerekek képzéséhez, a leglényegesebb pedig az, hogy a legkisebb korosztálytól kezdve a mi képzésünkbe vegyenek részt a gyerekek, tehát egy teljesen... Tehát a helyszűk elsősorban az, hogy minél nagyobb, tehát olyan helyet kellett keresni, és ezért kellett Budapesten, hát tulajdonképpen már, igen, lehet ezt, fejlődni, mondom, és mindent a, össze lehet a leglényegesebb volni. az, hogy 7 éves kortól már mi fogjuk képezni a gyerekeket. A kiválasztástól kezdve a tehetséggondozáson keresztül teljesen a mi kezünkbe lesz. E, hat miután az u 18 és az U17-es csapat is veretlenül vezeti a korosztályos bajnokságot, e, e, hogy látod ebből a két gárdából, e, mikor lennél elégedett? Milyen létszámú labdarúgónak kellene néhány éven belül ott lennie a felnőtt csapatban stabilan? Ez egy pillanatnyi helyzet, hogy vezetjük a bensőrt veretlenül. Ráadásul ennek mi persze nagyon örülünk, de nem ez a fő célkitűzés minden mérkőzésre úgy megyünk, hogy meg szeretnénk nyerni a gyerekek is, ezt plántáljuk beléjük, de tudjuk mi, hogy nem ez a fő célkítőzés. Nem tudom most megmondani, hiszen olyan sok tényezős össz, ö, ö, dolog ez, hogy kikerülhet oda az élvonalba. Annyit tudok mondani, hogy ebből a két korosztályból véleményem szerint most is 6-8 olyan labdarúgó van, akire jelenleg azt tudom mondani az elmúlt évek tapasztalat alapján, hogy nagyon nagy esők van arra, hogy bemutatkozzanak fiatalon már az NB1-ben. A felnőtt csapat kirívóan jó szereplése az nehezíti vagy könnyíti egy fiatal játékos beépülését az MTK-ba? Hát, én azt gondolom, hogy nálunk Akár sikeresen szerepelt a csapat, akár kevésbé sikeresen. Azért a koncepció az volt, hogy az akadémiára kikerülő labdarúgókat a, a Garami József vezette szakmai stáb beépítse a felnőtt futballba az MTK-ba. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez nehézséget okoz. Az mindenképpen örömteli a mi fiatal játékosunk számára is, hogy látják, hogy az akadémiáról kikerülő játékosok répülő felnőtt csapat ilyen sikeresen tud szerepelni. Mennyire hangsúlyos ma az a eladásra nevelés, ami régebben jellemző volt az említett Liverpooli szál, és ez az együttműködés a Liverpool, ez már nincsen meg a Liverpool, az együttműködés, vagy legalábbis együttműködés él, uh -huh. tehát tulajdonképpen fél évente, évente küldünk ki játékosokat a Liverpool akadémiára, mindig két-három játékost közünk, ez így lesz idén decemberben is. Tehát a szakmai együttműködés él, a, az a szerződés azonban már nem él, ami gazdaságilag is jelentett a klubnak. Mm. Ilyen típusú együttműködésre törekedtek a jövőben valamelyik európai nagy Hát én erről nem tudok, a stratégiának egyelőre ez nem része. A Liverpool is úgy jött, hogy tehetséges játékosinkat vettek észre a korosztásvágatott vágatott tornákon, megkerestek minket, megismerték a munkánkat, és ők kerestek meg minket az, hogy szeretnének együttműködési szerződést kötni velünk. Mekkora kihívás a jövőben a scouting, tehát az a játékos megfigyelői hálózat, amit működtetni kell ahhoz, hogy ebben a, ezen a piacon, ebben a versenyben Kevés a, a fiatal magyar futbalista, kevés a gyerek, hogy a legjobbakat megszerezze az akadémia, más akadémiák elől akár. Ez a tehetségkutatás és a szakma része egyébként. Hány ilyen megfigyelő dolgozik egyébként? Az Jelenleg egy négy főből álló tehetségkutató hálózatunkon ezt mindenképp bővíteni szeretnénk de az Akadémia Budapest költözésével szeretnénk megalapozni azt, hogy már kiskortól olyan bázissal rendelkezünk, hogy idősebb korban U15-től kezdődően vidékről már csak egy-két oldalági kelljen megerősíteni az adott korosztályt. Hát akkor feladat lesz bőven, főként a költözködéssel. Jó munkát akkor a hosszú távú megbízatáshoz. Köszönöm szépen, annyit volt. Nagyon szépen köszönöm.